A Vajdasági Birkózó Akadémia alapkőletétele az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléknapján volt, 2019. október 23-án Magyar Kanizsán. Az épület ünnepélyes átadása pedig a Nándorfehérvári Diadal emléknapján került megrendezésre. Az építkezés kivitelezésére Magyarország kormányának támogatásával került sor. Az alapítvány társalapítói, Magyar Kanizsa önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács és a budapesti székhelyű Kozma István Magyar Birkózó Akadémia. A megnyitón mások mellett jelen volt Davor Stefanek, szerb olimpiai és világbajnok birkozó, valamint Nemes Viktor, világbajnok szerb birkozó. A műsorban rövid bemutató gyakorlatot tartottak a Magyar Kanizsai Birkózó Akadémia leendő tagjai. A Magyar Birkózó Szövetség a Nemzet Stratégiai Kutató Intézettel karöltve 2017-ben elindította az Egy szőnyegen, egy nyelven, együtt a magyar birkozásért programot, amely a magyar birkózók határon átívelő összefogását tűzte ki célul. A program keretében két évvel ezelőtt letették a Vajdasági Birkózó Akadémia alapkövét Magyar Kanizsán, emelte ki beszédében Németh Szilárd. A Magyar Birkózó Szövetség elnöke hozzátette, a több évvel ezelőtt elindult álom sok ember közös munkájának köszönhetően mára kézzelfogható valósággá vált. Ez a Vajdasági Birkózó Akadémia ugyanannak a szerb-magyar összefogásnak, a győzni akarásnak, az élni akarásnak a jelképe, mint ami a mai napra vonatkozik, a Nándorfehérvári Diadal 565. évfordulójára. Ékes bizonyíték ez arra, hogy azok, akik itt együtt élnek a Kárpát-medencében, ha együtt működnek, összekapaszkodnak, akkor meg tudják védeni nemzeti, kulturális és keresztény értékeiket, és új értékeket tudnak teremteni. És én azt gondolom, hogy ahol a hősökre tudunk emlékezni, a Nándorfehérvári szerb-magyar hősökre, ott új hősök is fognak születni, és ehhez ez az akadémia minden rendszerével, infrastruktúrájával, az itt működő mesterekkel, a nagy példakép birkózókkal, a bajnokokkal hozzá fog járulni. Németh Szilárd Orbán Viktor magyar miniszterelnök levelét is felolvasta, aki azt üzente, hajrá birkózó fiatalok, hajrá magyarok! A közös cél, hogy a Vajdasági Birkózó Akadémia Alapítvány megteremtse a feltételeket Magyar Kanizsán a régió birkózóinak összefogására, a tehetségek felfedezésére, a sportolók segítségére és fejlesztésére, hangzott el az eseményen. Az akadémia szeptember 1-én kell, hogy elkezdjen működni, hiszen az iskolához vagyunk kötve, itt ugyanis a többségük a fiataloknak kiskorúak lesznek, tehát középiskolások. Úgy gondolom, hogy szeptember 1-én beindulunk, terv az, hogy 20-25 fiatala induljunk, ebből egy 8 lány és 15-18 fiú, és ugyanakkor körülbelül még egy 15-20 fiatal, aki kanizsai zenta illetőségi, akik bejárnak napról napra, és véghez viszik azt az edzésprogramot, amit itt ugye elérnek az akadémistáknak. Az akadémiában körülbelül 6-8 edző fog dolgozni, és az edzőknek a munkáját egy nagyon komoly, erős egészségügyi csapat sportolvossal, pszichológussal, dietetikussal fogja segíteni. A sportos életmód fontos a közösség tagjai számára, mert javítja az életminőséget, fejleszti a probléma megoldó képességeket, de hozzájárul a közösségi és családi kapcsolatok erősítéséhez, a közösség erejéhez és állóképességéhez is, hangzott el a megnyitón. Az a tehetség, ami a magyar gyerekekben megvolt és ma is megvan, napvilágra kerül, annak a tehetségnek az ápolásával rendszerszerűleg kezdünk el jobban foglalkozni, mint ahogy az ez idáig volt. A birkozás az egy tradicionális vajdasági, ha úgy tetszik, vajdasági magyar sport. Azt gondolom, hogy nincsen sanyarúbb körülmények között működő sportág évtizedekre visszamenőleg, és nincsen eredményesebb sportág, mint amilyen a birkozás, és azon belül pedig a vajdasági magyarok szerepvállalása. Ezt a rendszert, illetve ezt a fajta eddigi tevékenységet és munkát kívánja az akadémia most egy modern rendszerbe foglalni, amelyik egy piramis építést jelent, amelyikben megközelítőleg 15 klub fog lenni, reményeink szerint több száz gyerekkel, sok edzővel, akik megtalálják, fölfedik a tehetséget, akik itt vannak a gyerekeink között, és akiknek
a fejlesztésével azt tudjuk elérni, hogy pár év múlva újra nagybajnokaink legyenek. Több elképzelés került papírra, több elképzeléssel kapcsolatban indultak el beszélgetések, és reményeim szerint belátható időn belül meg is születnek a döntések. Azt gondolom, hogy reálisnak kell lenni, sok mindent fölülírt az a járvány, ami az elmúlt egy évet jellemezte. A politikai körülményeket is figyelembe kell venni, azt, hogy jövőre itt is, Magyarországon is több választás fog lenni. Azt gondolom, hogy ez a realitás, és ennek a realitásnak a tükrében kell a megoldásokat keresni, de bizakodó vagyok. Az ünnepi esemény végén a tiszteletbeli vendégek átvágták a magyar és a szerb nemzeti lobogó színeiben pompázó szallagokat, és ezzel hivatalosan is megnyílt a Vajdasági Birkózó Akadémia. A konfetti ágyú eldördülését követően a vendégek körbejárták az épületet. Idén is megtelt a Kispiaci Vásártér főzni vágyó csapatokkal. Már délelőtt javában bográcsban rotyogtak a pörköltek és levesek, valamint sültek a tűz fölött a finomságok. A Nemzetek főzőversenyére Zömében amatőr szakácsok, baráti és családi társaságok neveztek. A magyarországi Turkeve lakói is képviseltették magukat. Kispiacra már most nagyon-nagyon-nagyon régóta járunk le, Varbai Andrással találkoztunk, annak idején nálunk szokott lenni ilyen bőlél találkozó juhászfesztivál, ott ismerkedtünk meg, és azóta járunk ide, de nagyon régóta, nagyon régóta. Mindig úgy van, hogy a megyénknek, vagy a városunknak valami tájjellegű ételt kell hozni. Ideig birkával jöttünk, kecskével, most szürke marhát hoztunk. Szürke marha pörkölt lesz, és szürke marha uszály leves. Farokból egy levest főzünk. A levesnek lelke van, a levesnek lelke van. Úgy kell vele bánni, megint mondom, mint egy asszonnyal, gyöngéden, bele mindenféle zöldséget, alapján kicsi lánggal felfőzni, és óra hosszákon kell főzni, hogy kijöjjenek azok az ízek, amiket elvárunk a levestől. Mi hagyományos zöldségeket szoktunk használni, ami saját magunk is megtermelünk. Répa, zöldség, karalábé, hagyma, fokhagyma, krumpli. Semmi más. Semmilyen idegen fűszereket nem használunk, semmit. Már nagyon vártuk, hogy itt legyünk, igen, mert tavaly kimaradt, és akkor egy kicsit szomorúak is voltunk, de nagyon jól érezzük magunkat itten. A főzőversenyen a média is képviseltette magát. A hét nap munkatársai halászlét készítettek. A Kispiaci Nemzetek főzőversenyén a hangulat kiváló. Úgy döntöttünk pár héttel ezelőtt, hogy a mi szerkesztőségünkkel is képviseltessük magunkat itt a főzőversenyen. Eljöttünk, és a közös megegyezés alapján halászlével indulunk. Az a szerkesztőség mondhatni egyik kedvenc étele, én pedig szívesen főzöm. Ennek tekintetében ugye adott volt a helyzet. Halászlét főztünk, hamarosan elkészül, és reméljük, hogy mindenki nagyon ízletesen fog belőle falatozni. Csak ponyból főzöm a halászlevet, és mint ahogy minden más ételt sem, ezt sem kell túl komplikálni, nem kell túl fűszerezni, ami megy bele, az természetesen a vöröshagyma, az a minőséges őrölt paprika, illetve a só. Ennek három alapvető hozzávalónak, illetve a halnak adja meg azt az ízt, ami az elvárható egy halászlétől, illetve bajai gyufatésztával fogjuk tálalni. A főzőverseny célja, hogy minden résztvevő a saját tájegységére jellemző ételt mutasson be. Most 12. alkalommal van megszervezve, és ezt mikor legelőször kitaláltuk, megszerveztük, az volt a célunk, hogy az összes Kárpát-medencei magyart összevonjuk. Ugye itten Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről, Muravidékről voltak már itten csapatok, és az egész Vajdaság. Hát így mondom, hogy a tavaly előttihez képest 160 csapatunk volt, most körülbelül 65 csapatunk van. Sajnos, hogy ez a vírus véget még mindig nem mernek azért annyira kijönni. Hát Erdélyből érkeztek csapatjaink, Magyarországról érkeztek, Vajdaságnak a nagyobb részéről érkeztek csapatok, és a helyi közösségek, polgármesterek is ugye most megpróbálkoznak, ezen a média is főz. Ezen a mai napon az volt a célunk, ugye, hogy minden nemzet megmutassa saját ételét, és akkor mindenki végül is majdnem más főz, van itt a leves kategóriánk, pörkölt kategóriánk és grill kategóriánk. Hát ez 11 tagú zsűri, ez az első magyar fehér asztal lovagrendnek a tagjai, ők profik, ezt a lovagrendről annyit kell tudni, hogy ezt a Szili Katalin a magyar parlamentbe ütötte lovaggá, és itt tudom mondani, hogy ez mind mester szakács, és profi szinten dolgoznak.
Hát most lesz 12-től a Claudia Boldizsár is az Exkluzívben, aztán egész Vajdaság szerte kultúrcsoportok lépnek fel, táncosok, és később Szegedi Csaba operett és népdalénekes érkezik a cigányzenekarral. Én azt gondolom, hogy ahogy végignéztük a csapatokat, végignéztük a munkát, nagyon-nagyon-nagyon változatos, és nagyon sokfajta ételt készítenek, szinte elmondom azt, hogy szinte meglepetésszerűen újszerű ételeket is. Természetesen hagyományosan megjelennek a különböző pörköltek, paprikások, vaddisznóból, marhából, sertésből, vadakból, sokféléből, de megjelennek a sültek is, amit szintén tárcsán grilleznek, és hozzá érdekesebb köreteket tesznek. Ahogy a zsűri végigment, és megpróbáltuk előtt szemrevételezni az ételeket, tényleg nagyon szakszerűen készültek a csapatok, és öröm volt nézni ebben a nyári nagy kánikulába, amikor nem csak föntről 35 fok meleg van, hanem alulról is a tűzből jön, igaz, egy picit a szél, az fújdok át, vigyáztak azért, hogy a ne leningrádi módszer legyen, mert a leningrádi módszer az igazi a bevehetetlen, a Kozma nehogy bejöjjön, mert utána már sajnos bevehetetlenné válik. Egy biztos, hogy igazán igyekszenek pörkölteket főzni, tehát nem főzik, hanem perkelik a húst, paprikával is kezdenek nagyon jól bánni a csapatok, de egy érdekes dolog, hogy nem csak bográsban készülnek, hanem lent a tárcsán is, olyan ételeket készítettek, ami tényleg fedő alatt párolva úgy készítették el például a marhát is, amihez különböző zöldségféléket tettek, és utána egy párolt marhát tesznek föl, érdekes köretanyagokkal. Tehát, talán ha nézem a leveseknél például, hogy akár a tyúkhúslevest, akár a gyöngytyúklevest, akár egy nagyon finom sertésből készült levest, nagyon sok fajtát készítenek, de ez ugye nem elég, hanem ezen felül még láttam, hogy süteményekkel is próbálnak kedveskedni a csapatok. A főzőverseny és kirakodó vásár mellett kulturális műsorral is készültek a kispiacra látogatóknak. A magyarországi a legszebb konyhakertek elnevezésű országos program közösségi kategóriájában elismerésben részesült a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ tangazdasága is. Az elismerést a múlt hét folyamán az intézmény tanára Kőrösi Sóti Beáta vehette át Biatorbágyon, aki a tanulókkal együtt az organikus elvek alapján nevelt kerttel foglalkozik. A nyitott tanteremként szolgáló kert meg annyi zöldségnek, fűszernövénynek és virágnak ad otthont. A tanulók itt elsősorban az organikus elveken alapuló kertészkedést, valamint a növénytársítást tanulhatják meg. A kertben különleges növények is felbukkannak. Az Ökokertek mozgalomnak vagyunk a tagjai, és volt már többször találkozunk, és egyszer volt szerencsék Sári Kovács Szilviához, aki Karcag alpolgármester asszonya, és ő álmodta még ezt 2012 előtt ezt a történetet, hogy a kicsi kertecskék ne csak zöld fűvel legyenek takarva, hanem megteremjen az a zöldség, amit a mindennapi életben felhasználunk, és ő meghirdetett több kategóriában is versenyt. Tehát minikertek, balkonkertek, zártkertek, zártkert zöldséges, zártkert gyümölcsös, zártkert vegyesbe, és ami a mi kertünknek szól, az a közösségi kert, tehát iskolák, óvodák számára is nyitott ez a lehetőség, és ő elmesélte nálunk itt Magyar Kanizsán, hogy ők mit indítottak. 2012-ben nekik 22 kertjük volt, tavaly 1870 kertet neveztek be, tehát egy kicsit csappant is a létszám, mert körülbelül 2000-2000 feletti kert nevezésekkel számolnak évente. Kertművelők tudják, hogy ebben a mai világban megszoktuk, hogy valamit alkotunk, megkapjuk az érdemjegyet, és megyünk tovább, tehát egy más történetet folytatunk. Ez a Magyarország legszebb konyhakertjei cím, ez egész más megfontolásból született, és itt a kitartásról van szó, és az odaadásról. Tehát 2017-ben, amikor először jelentkeztünk, akkor
megkaptuk az országos díjat, és a két év múlva, 2019-ben pedig a megerősítő díjat. Tehát azzal megerősítettek bennünket, hogy igen, nagyszerű, csináljátok, folytatjátok, fejlődtetek a történetbe. 2020-ban újra neveztünk, tudjuk, hogy ez a tavalyi esztendő, amikor nem voltak diákok a tangazdaságban, viszont ez egy nyitott tanterem, ahol szeptemberben kezdődik az oktatás, és a jövő héten a nyári gyakorlatot is az elsősök itt folytatják le, és nekünk szükségünk van ezekre a növényekre, függetlenül attól, hogy van diák vagy nincs épp a tangazdaságban, mert hogy taneszközök. És ez a lehetőség ugye csak társul hozzá, mert itt kitartóan kell évről évre folyamatosan csinálni, és mi újra neveztünk 2020-ban, és mivel hogy a középiskolák nagy része online oktatásban volt, így kevés nevezés is jelentkezett, a nevezettek között kiemelt szerepet kaptunk, és így országos díjra jelöltek bennünket, és ez egy nagyon nagyon jó érzés, különösen, hogy Vajdaságból csak mi voltunk jelen. Az elismerést az intézmény először 2017-ben vehette át, amikor is országos díjjal tüntették ki őket, 2019-ben pedig megerősítő díjban részesültek. Ez a kert több szempontból fontos, azért, mert jelen van a növénytársítás, ez egy organikus elveken működő növénytársításos kert, ahol jelen vannak a zöldségfélék, a fűszernövények és a virágok egyaránt. Különböző módszereket alkalmazunk a talaj nedvességének megőrzésére, talajtakarókat alkalmazunk és a gyomfolytásra. Ezen kívül az öntözést, tehát csepegtető öntözési lehetőségünk is van, és esőszerű öntözést is alkalmazunk, attól függ, hogy milyen a levegő páratartalma. És maga a tananyag is olyan, hogy az elméleti oktatás mellett a második fél évben projektmunkát végzünk, és kis csoportokra bomlik az osztály, megkapják a külön feladataikat, és ezeket a feladatokat elvégezve saját bemutatót készítenek, és a végén beszámolnak. Tehát ez egy igen mozgalmas és a folytonosságra nevelő módszer, és ennek köszönhetőleg például azok, akik 2019-ben támogattak diákok bennünket, és az ő munkáikat küldtük el a kertnevezésre, így is kaptuk meg általuk a megerősítő díjat, és ezek a diákok például a ballagáskor mindannyian beszédes díjban részesültek, azért, mert ez egy olyan rangos eredmény számukra is, amiben ők aktívan részt vettek. A kert kínálata a jövőben még inkább bővülni fog. A következőkben az évelő növények telepítésére fektetik a hangsúlyt. A Martonosi Művelődési Otthon ad otthont a héten megvalósuló tábornak, amelyen 10 helybeli gyermek vesz részt. A délelőtt folyamán a kosárfonás alapjaival ismerkedhettek a gyerkőcök. Kaptunk ilyen ágakat, amit megcsináltak nekünk, és mivel szőből kellett, hogy megcsináljuk. Neked hogyan sikerült? Nehéz feladat szerinted? Nem nagyon. Könnyebb. A foglalkozás vezetője Tandari Erzsébet volt, aki már évtizedek óta kosárfonással foglalkozik. Mám olyan kis napsugár, vagy alátét, vagy valami, teljesen az a legalapvető dolgokat, mert hát azért ezt nem lehet egy fél, hogy nem tudom mit. Van, aki kérdezi egy kosár, és ezt mondom, máma, még nem lesz belőle kosár. A tábor fő célja, hogy a hagyományokat tovább örökítsék a fiatalabb generációknak. Itt is valamikor itt nagy hagyománya volt a kosárfonásnak, valamikor jól meg tudtak élni az emberek, és ezt szeretnénk a gyerekeknek is bemutatni, egy kicsit megtanítani, hát ha valakinek szimpatikus lesz, és akkor megkedvelni. A tábor részben önerőből, részben pedig az Oktatási Minisztérium támogatásából valósul meg. A helyi birkózóklub tagjai is sok új lehetőséget látnak az akadémiában, hiszen egyrésztről modern körülmények között edzhetnek, másrésztről pedig hazai és külföldi neves birkózókkal együtt készülhetnek.
rengeteg lehetőséget látok, mivel a kisebb, tehát hogy mind a kisebb birkozóknak, a fiataloknak és mind az idősebbeknek, mivel sokkal több edző lesz, aki bír segíteni a pályafutásunkat elindítani, illetve rengeteg súly és ilyesmi gépek találhatóak majd itt, és ezeken bírunk erősödni, illetve minden, ez mindenben segít majd bennünket. A klub jelenleg közel 50 tagot számlál. Az akadémiai edzéseknek köszönhetően népesebb utánpótlásban bíznak a vezetők. Remélem, hogy több gyerek lesz, tehát több kezdő, meg tehát több jelentkező, nagyobb lesz a tömegesítés, tehát több versenyző lesz. A másik meg itten meg lesznek minden feltételek ahhoz, hogy egy minőséges munkát lehessen csinálni. Tehát a szőnyegek lent lesznek non-stop rakva, lehet délelőtt, délután is edzeni. Minden súlyzó, szauna, minden, ami kő egy jó edzésen, az mind itten meg lesz adva egy helyt. A Potisze birkozói várhatóan szeptembertől kezdhetik meg az edzéseiket az akadémián. Svečana predaja novoizgrađenog objekta Vojvođanske rvačke akademije u Kanjiži obavljena je 22. jula u prisustvu predsjednika Skupštine Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora, predsjednika Rvačkih saveza Srbije i Mađarske Željka Trajkovića i Silarda Nemeta, drugih visokih zvaničnika među kojima i ambasadora Mađarske u Beogradu dr. Atile Pintera, predsjednika Sportskog saveza Srbije Davora Štefaneka te istaknutih predstavnika rvačkog sporta iz Srbije i Mađarske, osvajača najznačajnijih medalja na olimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima. Svečano otvaranje akademije upriličeno je na 565. godišnjicu opsade Beograda, bitke u kojoj su na istoj strani ugarska i srpska vojska borila protiv Turaka. Moderno zdanje Vojvođanske rvačke akademije površine 3000 kvadratnih metara izgrađeno je donacijom vlade Mađarske, a vrednost investicije je preko 350 miliona dinara, odnosno 2,9 miliona evra. Osnivač fondacije Vojvođanska rvačka akademija su vlada Mađarske i suosnivači lokalna samouprava opštine Kanjiža, Nacionalni savjet mađarske manjine u Srbiji i Mađarska rvačka akademija Kozma Ištvan iz Budimpešte. Kako je istaknuto na svečanosti, u Vojvođanskoj rvačkoj akademiji, koja će početi sa radom 1. septembra, obezbeđeni su uslovi za stručan rad sa rvačkim talentima iz naše zemlje. Davor Štefanek i Viktor Nemeš su poručili da će Vojvođanska rvačka akademija biti mesto gde će stasavati novi šampioni. Izveden je prigodan kulturni program, a pokaznu vežbu izveli su mladi rvački talenti, budući polaznici rvačke akademije. O značaju ulaganja u Vojvođansku rvačku akademiju u cilju razvoja rvačkog sporta govorili su Silard Nemet, Željko Trajković i Ištvan Pastor, a zdanje su osveštali sveštenici Rimokatoličke i pravoslavne crkve Ištvan Palatinuš i Jovica Mojsilović. Predsjednik Rvačkog saveza Mađarske Silard Nemet istakao je da će pored finansijske podrške za izgradnju ovog objekta mađarska vlada nastaviti da i nadalje podržava programe koji će akademija sprovoditi, kao i programe koji doprinose boljitku mađarske nacionalne zajednice u Vojvodini. On je dodao da mladi sportisti sada imaju mogućnost da postignu vrhunske rezultate uz puno rada, volje, obrazovanja i sportskog žara. Ištvan Pastor je istakao da slavna tradicija rvačkog sporta je na sigurnom putu da bude nastavljena, jer je izgrađen sportski objekat za 21. vek, da ne postoji sport koji je iznedrio više svetskih i olimpijskih šampiona od rvanja i da će mlade generacije imati najbolje uslove da nastave njihovim stopama. Danas u svetu sporta važi kao
standard 21. veka. Mislim da je sport takmičenje između ljudi istih kvaliteta ili približno istih kvaliteta, baš što se tiče rvanja i baš što se tiče kilaže ili fizičkih predispozicija takmičara. Ali ako se želi biti uspešan, onda mislim da i faza priprema, faza selekcije, faza treniranja, faza životnog puta pripremanja za vrhunskog sportistu treba biti otprilike sličan kao što je to u svetu. Ovo se sada ovdje realizuje. Ovo je prva ovakva akademija i ono što je strašno važno da akademija nije zgrada. Akademija je sistem. Sistem u kome se gradi jedna piramida u kojoj je veliki broj zainteresovane dece, u kome je veliki broj klubova, u kome je veliki broj trenera i u kome se sistematski permanentno radi i u kome se vrši selekcija da bi se došlo do vrha piramide. Vrh piramide je sama ova akademija za koju se nadam da će za Brisbane 2032. godine proizvesti prvog rvača koji će možda i osvojiti medalju. Predsjednik Rvačkog saveza Srbije Željko Trajković naglasio je da je saradnja Rvačkih saveza Srbije i Mađarske dugo godina veoma uspešna i da je doprinela uspesima obe zemlje u ovom sportu. On je ocenio da je izgradnja ovako modernog objekta istorijski događaj za rvački sport i da je na mladima da sada iskoriste sve potencijale i uslove koje akademija nudi. Ovo je veliki, zaista veliki dan, ne samo za sport, za rvanje, za ovaj reon, za lokal, Kanjiže. Ovo je mnogo veliki dan iz više razloga. Simbolički je povezan sa velikim istorijskim događajem, dan otvaranja. A ova prelepa sportska, ne samo sportska, nego i obrazovna i višedimenzionalna ustanova koja je više funkcionalna, je jedan redak primjer sigurno na balkanskom regionu. Meni raduje što je otvorena takva vrsta akademije ovdje posle toliko i toliko godina i nadam se neće biti posljednji put. Sve ukupno gledajući, zaista svaki dobronameran čovjek treba bude i radosan, srećan, zato što je ovo jedan od dokaza razvoja bliskih, prijateljskih, dobrosusjedskih odnosa i odličnog suživota sa mađarskom nacionalnosti na ovom prostoru. Velika je stvar što je ovo prvenstveno podržala vlada Republike Mađarske, na čemu se zahvaljujem, zatim naše institucije domaće i lokalne do saveznih institucija, kao i naravno najveći teret uvijek pada na domaćina, to je opština Kanjiža i operativne ljude poput Zoltana Balinta koji je bio operativac i uspjeli su sa Neymarima, građevincima u rekordno vreme završe ovako prelepu stvar u kojoj neće ići, u ovoj akademiji neće pohađati samo deca sa prostora Vojvodine, već ima i deca iz Beograda, širom Srbije. Znači ovo je veliki zajednički poduhvat, kažem više dimenzionalan, ne samo sportski, već i kulturni, već i kako god hoćete. I sve to vodi jednom prelepom putu koje vode dve države na čelu sa predsjednicima Mađarske i našim predsjednikom Vučićom na razvijanju onog što je jedno realno. Prijateljstvo, razumijevanje, saradnja i to je naš kapital za budućnost, a to je projekcija nekog života, ne samo sporta, nego ukupnog života za naše naraštaje, za zbližavanje, za poznavanje, jer bogatstvo je u našim nekim razlikama, ali kad te razlike ujedinimo, onda dobijemo ovako lepe poduhvate. Pa stvara nam treba da krene 1. septembra sa početkom škole. Namjera nam je da jedno 20-25 da budu stalni stanovnici, jedno 15-20 dece koji će svaki dan pohađati i izvršiti trenažni proces koji je proces u akademiji.
I mislim da u akademiji će od 6 do 8 trenera da radi, zato što sa ovom Makedonijom paralelno će raditi i naš Kanjiški Rvački klub. I ono što je mnogo važno, da pored stručnog tima imaćemo i jak lekarski tim i tim fizioterapeuta i psihologa koji će pratiti rad ove dece i da stvarno da što rane da mogu da se priključe međunarodnoj uspešnoj generaciji. Na Vašarištu u Malim Pijacama u nedelju 25. jula organizovano je tradicionalno takmičenje nacija u kuvanju bez granica, takmičenje kulinarskih ekipa iz naše zemlje i inostranstva, održano je 12. puta, a priređuje se uvek u vreme redovnog mesečnog robnog vašara u Malim Pijacama, koji je jedan od najvećih na severu Bačke. Učešće kulinara, ali i posetilaca, bilo je skromnije nego prethodnih godina. 12. put se kuva, takmičari su došli iz Rumunije i Slovačke, nažalost nisu mogli da dođu, iz Ukrajine, nažalost nisu mogli da dođu iz pandemije. Imamo učesnike iz Mađarske i puno ih imamo iz Vojvodine. Koliko je ekipa? Pa otprilike od 70-75. Prošle godine je bio 160, a sad je pola. Šta se sve kuva i ocenjuje? Pa kuva se čorbe, supe, perkelti i grill se peče. Ocenjuje se iz Mađarske su došli sudije, glavni organi, glavni kuvari, i oni će se ocenjivati. Evo, pokazalo se ova manifestacija, već je postala tradicija ovde uz vašar koji se održava poslednje nedelje u mesecu. Pokazala se kao pun pogodak. Pa ja mislim, ali manje ljudi ima. Pre godinu dana je bilo oko 6-7 hiljada ljudi, a sad ima oko 2 ili 1.500. Malo su manje, ali bit će bolje. Bit će malo se dobro. I termin pomerio za mesec dana, možda zato? Pa zbog žetve se promenilo. Zato što su ovde kod nas u okolini puno seljaka ima, pa rekli su malo da se promenimo. Ali ni ovako ne valja, ni onako ne valja, a bit će bolje. Ne može svima ugoditi, ali može se ovde dobro pojesti. Može, ima sve i svačega. Takmičarske ekipe su spremale razna jela, od supa i čorbi do pečenja, mesa na roštilju i ražnju, takođe i specijaliteta u kotlićima i ispod sača. Ekipa farme Šarole iz Utrina spremala je junetinu ispod sača i paprikaš od mesa goveda rase Šarole. Ispod sača se sprema Šarole, a najkvalitetnije meso ovoga vrste, mislim, to smo sa sačom pripremili, tako sa lukom, sa sve povrćima, i to sa žarom, to lepo smo pripremili tako. Koliko treba to pa, da se krčka? Toko 4 sati, 4 i po sati krčka ovo lepo, i posle će biti jako ukusno sve jelo. Evo, šta se pored govedine, Šarole ispod sača, šta se još sprema, paprikaš? Jeste, to će biti još perkelt, pripremimo od junetine perkelt, tako mislim to oko 30 osoba ćemo se hraniti. Znači dobro društvo, veselo. Dobro društvo, veselo društvo. I lep dan, tako mislim, to je najljepši dan ovde u Vojvodini. U ulozi domaćina ekipi srednjoškolaca koji pohađaju odeljenje kuvarskog smera u Morahalomu srednjoškolskog centra Tot Januš iz Segedina bio je Silvester Palinkaš iz Malih Pijaca. Evo, naši momci kuvaju ovčiji paprikaš na male pijacarski način, kao seljački način, tako da kažem. Sad ono imaju priliku da pokažu šta su učili, šta su učili, kako učili, i imaju priliku da pokažu šta sve znaju. Da iskoristimo priliku ovo da pokažemo svim ljudima iz cijelog Evropa da se znaju šta se radi na maloj pijaci, kakvi su ovde ljudi, kakvi su načini, kakvi su običaji, i kratko toliko. Kako se kuva ovčiji paprikaš ovde u Malim Pijacama?
pa to kuva se na tajni način, to ne možemo da kažemo kako je, a to je isto kao drugači, kao drugi, a stavljamo malo više luka, malo belog luka, malo paprike, malo začine, tako. Momci odavde idu u srednju školu, u Morahalom uče za kuvare, je li tako? Da, tako, na Morahalom uči, tamo i u internatu, i sad su došli na vikend ovdje na maloj pijaci da se pokažu svoje znanje. Pripremanje raznih jela pratio je i kulturni program, a prema oceni stručnog žirija najuspešnijim u više kategorija dodeljene su nagrade. Takmičenje u kuvanju bez granica organizovalo je Udruženje za očuvanje gastronomskih tradicija ČEF i Gastronomski savez, a manifestaciju je podržala lokalna samouprava opštine Kanjiža. Mesna zajednica Orom je i ovog leta pozvala meštane i one koji su poreklom iz ovog mesta, a žive na strani, da dođu na četvrti veliki susret Oromčana, koji će se održati u subotu 7. avgusta u Oromu u dvorištu osnovne škole Aranj Janoš. Okupljanje počinje od 14 sati na takmičenju u kuvanju, a od 16 sati predviđena su predavanja o lokalnoj istoriji. Učesnicima velikog susreta Oromčana predstavit će se i ljubitelji oldtimer automobila, zakazana je utakmica u malom fudbalu, a od 17 sati je kulturni program u kome nastupaju deca iz Oroma i ansambli više kulturno-umetničkih društava. Pozdravni govor i svečana večera su od 18 sati, a dobrom raspoloženju treba da doprinesu koncert grupe Maći i Hegediš iz Mađarske i Retro Disco. U nedelju na hipodromu Konjički klub Orom je domaćin i organizator tradicionalnih kasačkih trka.